Itt vagyunk a Sorstársak házában, a Nyugdíjas Polgári Egyesület vezetőjével, Béres Sándorral beszélgetünk, és mögöttünk már javában zajlanak a előkészületek, hiszen szalonnasütés lesz, nem is mindennapos. Ki lesz a vendég ma? Dr. Fazeka Sándor lesz a vendégünk, aki 2003 óta a tagja a Nyugdíjas Polgári Egyesületnek tiszteletbeli tagként, fölvettük akkor, és nagy örömünkre szolgál, hogy mint miniszter is meglátogat bennünket. És hát ő is süt szalonnát, hiszen voltunk már mi itt összel, amikor részt vett ezen a közös kis beszélgetéssel, egybekötött találkozón. Igen, az természetes, hogy ő is süt szalonnát. Mivel imádja a szalonnasütést, és már erre 3 éve várunk. 3 éve ígéri nekem, hogy Sanyi bácsi majd akkor megyek és sütünk szalonnát. Hál' Istennek elérkezett végre ez az időszak, hogy igenis hozzákezdünk és szalonnát sütünk. És nem dicsekvésként, de szeretném neki bemutatni az új helyiségünket, mert gyönyörűek lettek. Az összes szobák, mindenek nagyon, de nagyon rendben vannak, és ezt megköszönöm az önkormányzat felé, hogy ennyire rendbe tették a helységeket, mert ez bizony nem kis összeg volt. Ez egy nagy összeg volt, és az Egyesületem nevével szeretném megköszönni ezt a nagy támogatást, amit mi megkaptunk. Én azt hiszem, hogy ez nem is annyira, hogy úgy mondjam, támogatásnak lehet venni, de meg is dolgozunk érte. Ugyanis mi, ha kell, burgonyát osztunk, ha kell, mezőgazdasági munkát végzünk, ha kell, bármit megcsinálunk, amire bennünket megkér a kormány, vagy az önkormányzat megkér bennünket, mindenkinek nagyon szívesen segítünk. Tehát munkára kész még ez az idős társadalom is. Itt a palánta nevelés jutott most hirtelen eszembe, hogy is állunk a palánta neveléssel. Na hát a palánta neveléssel úgy állunk, hogy több mint 1.200.000 palánta van elkészítve, és ezt a palántát majd szét fogjuk osztani a városnak. Természetes a Nyugdíjas Polgári Egyesület is kap belőle, és bizony kertészkedünk elég szépen, a szép kert mozgalomban benne vagyunk, aminek a Kovács Szilvia alpolgármesterasszonynak nagyon örül, és hát bizony nagyon sok munkát is kell még mellette megtennünk, mert ha valahol van valami rendezvény, akkor nekünk ott a helyünk, és el kell mondani azt, hogy a Nyugdíjas Polgári Egyesület egyik fő támogatója ennek a szervezkedésnek, hogy így mondjam, és bizony mi megcsinálunk mindent, amit kér, amit mond nekünk, és ennek örülünk a legjobban. És hát mi meg a szép kerteknek, hiszen azért tavaly elég sok tagnál voltunk, akinek megnéztük a kertjét. Reméljük, hogy idén is sokan részt vesznek a legszebb konyhakertek versenyben. És hát sok-sok rendezvény lesz még itt, hiszen beszéltünk már arról, Sanyi bácsi mondta, hogy májusban is lesznek meglepetés vendégek, ezt majd akkor elmondjuk nézőinknek. Tehát azt hiszem, hogy ez a Sorstársak háza, már nem is Sorstársak háza, hanem inkább egy közösségi ház, egy inkább közösségi már. Ház. Igen, igen, át is akarjuk ezt írni, közösségi házzá, mert ez tényleg a közösség háza. Itt mindenki nagy szeretettel jön hozzánk, nagy szeretettel van itt velünk, és ezt már nem Sorstársak házának kell nevezni, hanem ezt közösségi háznak kell nevezni ezután. Jó munkát kívánok, és hát legyen finom az a ma megsütött szalonna, és fogyasszák el együtt közösen barátsággal, beszélgetéssel. Igen, hát el kell mondanom, hogy nagyon finom lesz ez a szalonna, ugyanis tiszta mangalica szalonnából készül, és zöld hagyma, lila hagyma, tehát ami a szemszájnak ingere, az lesz mindenkinek a ebédje most, és bizony elég szép számmal leszünk, mert 70 ember jelentkezett arra a dologra, én örülök neki, örülök minden vendégnek, minden vendéget szeretettel várunk, bár még több vendég jönne, mert minél több a vendég, annál nagyobb a sikerünk. Hát így legyen, hogy még sok-sok hasonló rendezvényen lehessünk. Köszönjük szépen! Kérem szépen, és üdvözlöm a tévénézőket, és az idősekhez szólok, jöjjönek ebbe az egyesületbe, szeretettel várunk minden egyesületi tagunkat, örömmel fogadjuk. Itt a helyük mindenkinek. Itt mindig jól érzik az emberek magukat. Dr. Fazeka Sándor vidékfejlesztési miniszterét egy picit elhívtuk a szalonnasütők köréből, de tudjuk Sanyi bácsitól, meg öntől is, hogy nagyon szereti a szalonnasütést, és tényleg nagyon nehéz volt ezt az időpontot összeegyeztetni. Milyen a jó szalonna? Hát jó mangalica szalonnát kell sütni, úgy óvatosan, hogy ne égesse meg az ember, és hogy én elnéztem itt mindenkinek nagy élettapasztalata és nagy szalonnasütési ismeretei is vannak, nincs két egyforma sült szalonna.
de nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy jó közösségi együttlét ez a kis rendezvény, ahol adomázatunk, beszélgetünk, nem siet senki sehová, megsütjük a szalonnát, az a kis ilyen jó zsíros kenyeret, ami a sült szalonnáról lecsepeg, azzal a zsírral nagyon jó, és hát ez egy ilyen jó közösség formáló dolog, és kell ez azért, hogy otthon érezzük magunkat, jól érezzük magunkat itt Karcagon a városban, része a társaság életnek, az ember nem ülhet otthon mindig, és ilyenkor tavasszal, de gyakran nyáron is szokott lenni szalonnasütés. Ez egy bevett program a Nyugdíjas Polgári Egyesületnél, hogy én gratulálok hozzá Sanyi bácsinak, Bére Sándor elnök úrnak és az ő segítőinek, Hubba Imrének, aki szokott itt jó néhány alkalomban a társaságnak a segítségére lenni, és az ő családjának. Tényleg egy kellemes időtöltés itt a jó tavaszi napsütésben. És sokan is eljöttek, hiszen azért nem lehet mindig birkapörköltöt enni, meg főzni. Ez tényleg egy ilyen rendkívüli alkalom. Volt már korábban is itt, tehát nem első alkalommal van itt szalonnát sütni. Tavaly kimaradt, de évente egyszer általában eljutok, de otthon is szoktunk szalonnát sütni, hogyha a kertben van egy kis lélegzetvételnyi szünet, akkor gyorsan összehúzok egy kis gajat, meggyújtjuk oda a szalonnát, a nyásra, aztán akkor azt jó ízűen elfogyasztjuk. Télen is volt már rá például, hogy hidegebb időben is, bár nincsenek ma olyan nagy hidegek mifelénk, akkor is sütöttünk. Tényleg egy kellemes dolog, és én ajánlom mindenkinek. Szerintem most, amikor a friss zöldhagyma már jó, akkor mindenképpen érdemes egy pici szalonát is megsütni hozzá. Az elmúlt hetekben, még a következő napokban is azért nagyon sűrű a programja. Én úgy gondolom, hogy egy picit ez a kis nosztalgiázás itt a Doma átbeszélgetés, amit ön is mondott, ez egy ilyen kis felüdülés önnek is ilyenkor. Egy kicsit megálltunk, végül is délidő van ilyenkor, az ember általában nem dolgozik, és tényleg itt a idősebb korosztályba tartozó barátaimmal találkozunk, beszélgetünk, de itt vannak több családtagom is, meg tényleg azok, akik itt a városban egyébként együtt dolgozunk, vagy együtt dolgoztunk hosszú időn keresztül. Most fel tudjuk eleveníteni a régi dolgokat, régi történeteket, egy igazán kellemes alkalom. De akkor vissza is engedjük a szalonnasütőnk mellé, és további jó sütögetést kívánunk, és hát kitartást még a következő napokra. Köszönöm, hát egy fél óra múlva indulok, tehát elfogyasztom a szalonnát, utána megyek néhány rendezvényre, sőt még ma Budapestre is, de ez a kis megálló tényleg jól esett most itt ebbe a gyönyörű tavaszi időbe. Köszönjük szépen! Köszönöm!